Ha itt a kötelező nézelmény. A sorozat, amiben megnézek dolgokat, és azt mondom, hogy hmm. Na ez. A mai művünk a Fantasztikus Róka úr. Egy 2009-es stop motion film egy úrról, aki kitartóan fantasztikus és határozottan Róka. De már tudom, hogy gyötörtéget belülről az égető kérdés, szóval ne is húzzuk tovább az időt. Most átnyálazzuk, hogy érdemesen neked megnézed a Fantasztikus Róka urát neked valóha szeretsz ifjúsági regényeket olvasni. Nem érted? Na várják, kifejtem. Ha esetleg nem tudnád, ez a film egy brit író Roltál könyvéből adaptálódott. És a Lorax kritika után most leégetem magam még egyszer azzal, hogy... Hát, de se igazán olvastam nagyon úgy igazán semennyire. De bármennyire is furcsának tűnik a fentebbi állítás után, nem is fontos. Nehéz megfogalmazni, de én mondjuk úgy írnám le, hogy... Ezt a filmet olyan nézni, mint egy könyvet olvasni. Erről a legegyértelműbb példám, amikor konkrétan kiírnak a képernyőre címeket, amik feltehetően a könyvek fejezet címei. De persze ez így eléggé kevéske magában. Milyen nyeg le is lenne, ha csak így. Töröld meg a könyv Én leginkább az ifjúsági regények olvasásának érzetéhez tudnám hasonlítani, de lehet, hogy ez csak nekem ilyen. Viszont ezek után eléggé furcsa lehet a következő ajánlásom, ami pedig az, hogy neked való, ha szülő vagy. Um, igen. tisztában vagyok vele, hogy a nézőközönségem nagy része kiskorú, és hogy az előző pont után ez egy művész ilyen koreografált fejbelövése a logikának, de még ezt figyelmen kívül hagyva is eléggé furcsa ez az ajánlás, nem? Egy ilyen nagy társadalmi csoportnak ajánlok egy látszólag eléggé gyermeteg mesét. Pontosan! Mert nem az, a fantasztikus romoka úr nem gyermeteg. Megvan benne néhol a gyermeki egyszerűség, de alapvetően a felnőtt és a gyerek közönsége közt tökéletesen egyensúlyozik. És ebből kikövetkeztethetitek, hogy a gyerekeknek is ajánlom, teljesen jól el lesz vele egy nagy csoport, vagy egy nagy csoport egyaránt. Rókuson és Konstantinon keresztül bemutatják az elfogadás fontosságát és a gyermeki versengés feleslegességét. Ez így már több, mint amit az Illumination az elmúlt öt évben össze tudott hozni. Forró feltemés. De a felnőtt oldalon közben megtanítom ő arra, hogy hogyan legyen az ember jó vezető, jó barát, jó házastárs vagy akár jó szülő. És ez még tényleg csak a felnőttes vizsgálata a filmnek. Belemennék jobban, de ez a sorozat nem erre van. Inkább folytassuk ott, hogy neked való, ha szereted a finom filmeket, boly, ma nem megy ez a megfogalmazás dolog. Ha? Na mindegy, szóval, ez a film számomra egy olyan érzés, mint egy cukrász torta készítése. Kezdésnek ott van az első látásra egyszerűnek tűnő tészta, ami egy gondosabb átvizsgálás után egy kifejezetten minőségi alapanyagnak bizonyul. De még csak most jön a krémje! K konkrétan. Ez áll egy felismerhetőség karakteres ízvilágából, az ország legjobb szakásainak, odaadó munkájából és az utólat precíz hang keverésből. A gyönyörű külső pedig tényleg már csak a habatortán. <laughs> most jöttem rá, hogy ez hasonlít a szirvainak a, a főzös videójára. Um, mindegy, most már benn marad, <kül> És végül neked valóha ha 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 de tényleg haver, nézd néz már meg tök jó film. Szoba szóval és a rosszul érzem magam, hogy eddig nem láttam ezt a... Nem dobálozok gyakran ezzel a szóval, de most leszarom, mert ez az mesterművet. Most ha így elejteném, hogy szerintem ez 2009 legjobb animációs filmje, akkor ezt egy szelidebb hm, mellel intéznéd. De várd meg, amíg elmondom a kihívóit. A Princess and the Frog. Igen, az a Princess... jobb bocsánat. Igen, az a Hercegnő és a Béka, ami egy filmként bemutatta, hogy a 21. században is van helye a kétdés animációnak. Aztán a Fel. Igen, az a Fel, aminek a bevezetése több milliónyi embert készített el zokogásra. És végül a Coraline, ami a Coraline... Gondolom nem kell elmondanom, hogy miért zseniális a Coraline. És a szerény véleményem szerint a fantasztikus róka úr mindegyiknél jobb. Remélem már értitek, miért szeretem annyira. Szóval ennyi lett volna, ha a febdevi pontok bármelyike illik rád, akkor a fantasztikus róka úr neked egy kötelező nézelmény. megvártad az autó végét, boldog szüli napot, te kis